Sziasztok, folytatjuk egy héttel ezelőtt megkezdett sorozatunkat, ahol egy-egy mérkőzés értékelése következik. Nos, hát az évben a harmadik meccs, amit közvetítettem, az a Kamerun Burkina Faso Afrikai Nemzetek Kupája meccs volt. Ennek a rövid összegzése következik most. Sajnos a Twitch továbbra sem teszi visszanézhetővé ezeket a meccseket, úgyhogy sajnos nem tudtam Twitch-en közvetíteni, hiszen ugye ez most egy nagy lehetőség lett volna, mivel magyar adója nincsen az Afrikai Nemzetek Kupájának, de egyébként a hasgol.com oldalon ti is tudjátok követni, az angol kommentátorral le tudjátok követni a meccseket. TikTokon már, hogyha a TikTok nem tiltja az összefoglalót, akkor ott is meg lehet majd tekinteni. Na de, akkor a meccsről! Ugye mindkét oldalon pár léptek olyan játékosok, akiket azért ismerhetünk Európából, mint ugye Vincent Abubakar vagy Kártoko Ekambi, de a túloldalra említhetném ugye például Bertrand Traoré-t is, aki egyébként kifejezetten jól játszott, nekem nagyon tetszett a mai nyújtott teljesítménye, a gólt viszont mégsem ő, hanem ugye Sangaré szerezte, szinte majdnem a semmiből, mert nagyon ilyen álmoskásan indult az első 20 perc, utána viszont volt egy komolyabb Burkina faso helyzet, aztán utána nem múlt el a veszély, mert jött egy, egy beadás, amit Onana elég érdekesen, de valahogy ki tudott ütni a Elő, ugye előtte egy nagyot mentettek a gólvonalról a kameruniak, a Szentráoré harmadszor is beadta, ennek onnan a nagyon csúnya alászalat, Szangeré meg kihasznált, és ezzel megszerezte a vezetés Burkina Faso. Utána kamerú megpróbálta összeszedni magát, és az első félidő vége felé kis harcolt Angisza, egy 11-est, ami után Abu Bakar gólt szerzett, meg a biztosan értékesítette a volt portói csatára azt a megítélt büntetőt. Egyébként ugye videóbíró után adták meg mindezt, és utána jött a hosszabbítás, 4 perc volt, és ennek a harmadik percében jött az újabb 11-es, ez már eléggé egyértelműbb volt, mint az azt megelőző szituáció, és utána Abu ezt is berúgta, úgyhogy ez már az első félidőben időben Kamerun meg tudta fordítani ezt a mérkőzést. A második félidőben sokkal jobban kezdett Burkina Faso, ugye volt egy távoli szabadrúgás a traoré amit Onana védett, aztán egy lecsorgó azt is védte Onana, aki javította a hibáját, és gyakorlatilag hőse volt a második félidőben Kamerunnak, amely viszont lezárhatta ezt a meccset lezárhatta volna ezt a meccset több alkalommal. Volt egy előbb Bubakárnak egy lesgólja, majd utána Bubakárnak voltak még lehetőségei, Zambangisszának volt egy lövés, ami épp hogy mellé ment, és ugye volt egy komolyabb hogy a hogyha passzol Csupomotingnek, az valószínűleg úgy már sok és gól lett volna, és 3 1 eldől a meccs, így viszont az utolsó pillanatig izgulhatott Kamerun, viszont Burkina Faso nagyon elfáradt a végére, és nem voltak nagyon veszélyes helyzeteik, de hogyha ment is valami kapura, azt onnan nem indvédte. Úgyhogy összességében nem láttunk egy rossz mérkőzést, született három gól, a meccs legjobbja szerintem Abu Bakar volt, ez azt hiszem egyértelmű, viszont főleg Traoré játéka is nagyon tetszett nekem, viszont azért a Bubakár többet tett, többet tudott hozzátenni, igaz a 11-eseket nem ő harcolta ki, de akár 3-4 gólt is szerezhetett volna Bubakár egy maga ezen a meccsen. Mindenesetre, hogyha legalább ilyen színvonalasak lesznek ezek az Afrika Kupa meccsek, akkor azt hiszem annyira nem fogunk unatkozni. Voltak nyilván rosszabb periódusai is a meccsnek, de amúgy izgalmas volt. És hát a házigazda Kamerun így egy olyan győzelmel indított, hogy ezért valószínűleg itt a továbbítás csoportból meg lesz, mert nem hogy zöld foki szigetek és Etiópia ellen meg ne szereznének ezek után egy pontot sem. Hát Burkina Faszónak meg össze kell szedni a magát, de szerintem ők is azért meglepetés csapat lesznek az idei afrikai nemzetek kupáján, de azért tőlük egy nagyon kicsit, de többet vártam, mint amit kaptam a mai meccsem. De annak ellenére, hogy tavaly, ö, tavaly, előtt nem voltak ott, ugye, 2019-es, hát akkor tavaly előtt, 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 tehát 2019-ben nem voltak ott az afrikai nemzetek kupáján, ö, de előtte bronz, 2013-ban ez is térmet szereztek, úgyhogy mondom, lehetnek azért titkos favoritok, vagy inkább ilyen meglepetés csapat azért döntőt, mert nagyon még elődöntőt se a Burkina Faso-i válogatottól. Hát most viszont akkor búcsúzok, a kameruni válogatott győzelemmel indította tehát az Afrikai Nemzetek kupáját, TikTokon az összefoglaló, ha meg minden jól megy és nem tiltják, akkor lehet, hogy itt Youtube-on is majd valamikor valamiféle összefoglalószerűség lesz. Mindenesetre most ez csak egy rövid összegző, hogy akkor ezzel búcsúzom is. További jó meccsnézést, és majd találkozunk a következő videóban. Sziasztok!